Sziasztok! Ez egy rendhagyó videó lesz, ugyanis itt van velem Damien. Sziasztok! Szóval ez egy közös videó lesz, igaz? Így van. Igen. És a mai téma az, hogy vásárolni voltunk. A Müllerben jártunk. A Müller az német? Szerintem igen. Uh-huh. Igen, német. Ja. Igen, maradjunk ennyiben. Árkádban nyílt, ha valakit érdekel. Uh-huh. Egy szép nagy üzlet, tök ja, jó. Ja. És átvettünk egy-két dolgot. Nem sok minden, de az ilyen érdekességeket. Igen, és úgy döntöttünk, hogy ezt veletek megosztjuk, és igen. Már, hát mióta van ez itt, egy hete? Hát, kb. Egy hete. Igen. De azért még reméljük jó. Csak jó, igen. Minden esetre a legjobbat a végére hagytuk. Így van, úgyhogy... Azt tudti. Úgyhogy arra még egy kicsit várni kell, de mindjárt jön. Igen. Na, hát túl miket vettünk? Nézzük meg. Melyikkel kezdjük? Itt. Hát, mondjuk... Az, mondjuk amit ezzel. Megcsócsáltam már? Igen, mondjuk ezzel, mert ez már amúgy is ki van bontva. Na, hát nézzük, mi ez. Ez ikás. Jó, ez igen. Édesszájú vagyok egyébként. Édesszájú vagyok. A másikat már megettem. Gumicukor. Nem tudom, ti hogy vagytok vele. Ki szereti a gumicukrot? Ő nem szereti. Nem. Mit nem szeretsz a gumicukorba? Különben? Hát az íze az egész jó. Tehát az ízekkel nincs bajom, csak az állaggal. Az állaggal. Ez a gumi is, ez a... nem tudom. Meg gumis? Igen, olyan gumis íze. Menyúlós, merágós? Igen. Mint a rosszul elkészített tintahal? Hát, például. Na, ja. Ez... én imádom azt a fajtát, ami ilyen. Ez a... ilyen, ez... ilyen, mint a spagetti. Ez kólás. Ez kólás. Az van ráírva, hogy 100% vegi. Ami szerintem annyit jelent, hogy 100% vegetáriánus. Igen. Gondolom ilyen... Hát igen, ilyen... Nincs benne állati eredetű összetevő. Aha! Csak növényi. Igen. Mert a növény nem állat. Hát... Nem. Jó, oké. Okay. Tehát, bocsánat, itt közben csámcsok. De ebből volt egyébként színes is. Igen, azt tettem meg, azt már megettem. Az ugyanilyen volt, csak több színben volt, és az ilyen több ízű volt, az ilyen gyümölcsös. Ez tök jó volt. De amúgy, az a neve, hogy... Schnüre... ez a Hitchler... Schnüre. Hát ebből kiderül, hát hogy ez tudti, német. Hát ez tudti, hogy német, tehát ez biztos. Tehát ez a Hitchler Schnüre. Igen. Amúgy tök jó. Tehát ízre, tudjátok mi a jó benne? Itt csak én tudok mondani, mert... Igen. Mert én csak nézek. Te nézed, ahogy eszem. Mert... jó étvágyat. Köszönöm. Azt tetszett benne, hogy intenzív az íz. Tehát a gyümölcsösnél baromi intenzív volt a gyümölcsös íz benne. És ez a kólás is tök jó. Hát ilyen próbaképpen vettem, mert mondom, ezt a spagettiszerű gumicukrot én nagyon szeretem, és nekem bejött. Tehát már nem emlékszem, mennyibe került. Hát arra én se. De jó áron volt. Igen, Haribo ár alatt volt, nem? Bőven. Uh-huh. Igen. 125 gram. Uh-huh. Hát a másik nem tartott sokáig. Nem. De már ez se fog. Tehát... Igen. Ja. Igen. Na mindegy, tehát hogyha valaki oda van a gumicukrokért, akkor én tudom ajánlani ezt a Hitchler gumicukrot, mert jó. Tehát próbáljátok ki. Szerintem volt még más ízbe is kóla, gyümölcsös, meg még volt szerintem így külön a gyümölcsök, így le voltak bontva külön is, tehát lehetett külön csak almásat, mi volt még citromos, meg... Na mindegy, nézzétek meg. Meg kék. Kék? Az. Kék. Az milyen íz? Nem tudom. Kék légyíz. Kék légyes íz. Kék. Nem, az valami bogyó volt, az... Áfonya? Kék áfonya? Az lehet. Na mindegy. Lehet. Ennyit erről. Próbáljátok ki. Ja. Na mi legyen a következő? Várjál, leöblítem ezt. Jó. Hát a következő... Ezt szerintem nem ott vettük. Azt nem ott vettük. Nem baj, de mutassuk meg. Jó.
Ez, srácok, király. Ez jó. Ez jó, ez jó. Ez biztos láttátok már a tévében is, reklámozzák, de, amit a reklám nem mutat, az most ki is derül egyébként, ha kinyitjuk. Kinyitjuk, és keresd DVD-n. Mármint, ja, hogy hát a filmet. Igen. A TikTokot keresd DVD-n. Oké. Okay. Na, nyissuk, nézzük meg. Vagy öntsek egy kicsit, és akkor úgy keresünk. Hát nézzük, hogy... Amúgy a tévéreklámban oda volt apró betűkkel írva, de nem volt annyira kézzel. Én például azt hiszem láttam a reklámot, de hát ezt nem tudtam, hogy ez ilyen. Én se. Amúgy olyan élik, nem? Uh-huh. Ezek szerintem mini TikTok figurák. Nem? Tök olyan. Na, nézzétek, srácok. Az egy hát dolog... ezeken nincsen. Az egy dolog, tehát, hogy... sárga. Nem tudom, mennyire látszik. Aha. Hát sárga, banános, igen, azt ne felejtsük el, hogy... És rohadt jó. Tényleg olyan íze van. Tök jó banános. Uh-huh. És tök jó. Mm. Tehát erre zúzzatok, harapjatok rá. Na és akkor itt a lényeg, várjál meg, megpróbáld megmutatni? Vagy várjál, vagy megpróbálom odavinni nektek, jó? Na hát, láthatjuk a Minyont rajta. Nagyon meglepő volt, amikor kinyitottam különben, mert... Nem sok van benne egyébként, ilyen kis feketével van illusztrálva. Nagyon cuki szerintem, tök jó. Úgyhogy ez meglepő volt. Tehát amikor kibontottam, akkor ezt így... Tök jó. Tehát egy pár darabra nyomtattak ilyen kis minyonokat. Ja, hát nem sokra egyébként. Nem. De tök jó. Tehát, aki szereti a TikTokot, aki szereti a banánt, aki szereti a... Mi ez? Minyont? Minyonokat. Bob. Egyébként. Igen. Harapjon rá. Ja, és limitált széria, hát limited edition. Igen, tehát... meg fog szűnni egy idő után, úgyhogy vegyétek és egyétek. Ja. Na, most, hogy ettünk egy kicsit, a desszerten túl vagyunk. Azzal szoktuk kezdeni, ugye? Igen. Örömhír. Közben eszem a TikTokot. Nem baj. Csámcsogó. Örömhír, hogy... Klenex! Gyerekek, Klenex! Hihetetlen, különben. A nekem? Hány éve volt legutoljára? Három, négy. Hát lehet, hogy több. Nem tudom. Hát annyi biztos volt 4 év. Annyi biztos volt szerintem. Azt tudnotok kell, hogy a Klenex gyárat Fanni tartja el. Igen. Nagy, tehát hát szeretek orrot fújni. Sokat fújok orrot. Orrfújós. Én kb... Szerintem ez tavaly óta itt volt. Igen. Hát az a helyzet, hogy allergiás is vagyok egyébként. Tehát nyáron, tavasszal allergia, télen nátha. Az nagyon rossz. Úgyhogy én nagyon szeretem, hogyha egy zsebkendő balzsamos. Tehát, de nem csak a balzsam, az anyaga is más ennek, nem olyan kicsit? Igen. Jó. Ja, és erős, tehát 4 rétegű. De is van írva. 4. És tehát akárhányszor fújom az orrom vele, egyáltalán nem pirosodik ki, nem szárad ki. Tehát azoknak nagyon tudom ajánlani tényleg, akik ilyen orrfújós típusok. Akik Klenexes volt annó és sírt, hogy eltűntek a polcokról, igen, akkor, mert mi is ezek közé tartoztunk, legalábbis Fanni. Hát én nagyon. Mert jó, hát az én orrfújási szokásaim az mindegy. Tehát aki sírt, hogy eltűnt a balzsamos Klenex, meg ugye a Klenex unblock-e, mi nagyon megörültünk, tehát így Müllernek egy igen, ilyen... Igen, tehát szerintem a mellettünk levő nő ott, aki ott a polcon szintén nézegetett, így ránk nézett, hogy ott felsikoltottam, ja, hogy hűha Klenex! Igen. Mert... tehát így tényleg hihetetlen. Müllerben van. Ja. Még megvan az a maradék? Az a, meg. Az, várj, idehozom. Na, Damien idehozta nekünk a, hát a 4 évvel ezelőtti Klenexet kb. Ezt amit úgy őriztük ott, mint a mint és ráadásul ez ilyen különleges volt annó, mert ez mentolos. Uh-huh. Hát, vagy, nem tudom, mennyire látszik vagy fókuszál, egyébként. Vagy nem, mindegy. Igen. De tök jó, mert mentolos volt, tehát még ki is dugította az orrot egy kicsit, és ebből még maradt egyébként, mert hát muszáj volt megtartanom. Már nincs semmi mentol illata. Igen, meg ki volt mondva. Ki volt mondva is. Várjál így a szépen. Tényleg nincs. Semmi. Eltűnt. Jó, anno ez jó. Jó, puha. 4 éve. 4 éves.
De tényleg, tehát nagyon jó puha, tehát, és erős, és egyébként vékony. Mint kiderült, ennek is van szavatossága. Tehát, ja. Hát, hogy a mentol. Na jó, hát csak a mentol. Jó. Na, de. De tényleg nagyon örültem ennek, szóval aki esetleg keresi, és még mindig nem találta meg, a Müllerben talál. Irány a Müller. Így van. Lenexesek. Irány a Müller. Nem sírni, irány a Müller. Azért mentünk be a Müllerbe egyébként, mert én ugye megszűnt a Lenex, és akkor utána a DM-be jártunk, mert megtaláltuk, a DM is tök jó volt, ott is volt ez a barzsamos, a DM-nek ez a saját márkája. Azon belül egy ilyen sárga, ilyen kalendulás, ez a... Mi ez? Ilyen napraforgó... Nem körömvirág? Ja, nem, tényleg. Körömvirág, nem? Igen. Igaz. Körömvirágos zsepi, és az is ilyen balzsamos volt egyébként. Nem tudom, mi van most, mert nem tudom, mikor voltunk utoljára DM-be, de azt vettem észre, hogy így nincs. Vagy igen, hát csak ez a verzió így volt. Így egyre kevesebb volt, ez, és ez volt csak. Igen, ilyenből volt, ez tehát a, nem a ilyen táskában hordható szett. Uh-huh. Ilyen volt, de dobozos nem. Nem tudom, hogy azóta van-e egyébként, ezt most így tényleg nem tudom. Hát, nem tudom. De valahogy így megijedtem, hogy hűha, most mi lesz, ha ez se lesz, mert igazából ez volt az utolsó, amit tudtam még így használni a Lenexen kívül. Igen, mert neked a balzsam az kell. Igen. Mert az jó. A balzsam az jó. Az nagyon jó. Így van. Az jó. A balzsam. Na, és akkor üresek lettek a polcok a DM-be, és hát gondoltam, hogy akkor nézzünk be a Müllerbe, hogy ez a nyuszi. Kenneth. Kiki. Figyelj, de. Kár, hogy nem láttátok. Most így fogta, így benn volt a kis odujával, és így hú, így kijött, hogy mi van, mi van, mi van. Ő is szeretne zsepit használni. Igen, nem, szerepelni szeretne. Ja. Rég volt, rég volt. Tényleg. Aki nem látta Kiki kedvenc szükjét, ide ja, igen. Kirakom. Így van. Na. Szóval ezért gondoltam, hogy akkor nézzük meg a Müllert, és hát láss csodát. És tök jó volt, igen. Igen. Nagyon jó, tényleg. Szuper. Ez egy jó, ja, jó igen. Kör volt. Ma ilyen Müller videók vannak különben. Hát, félig meddig, igen. Jó, a TikTokot a TikTokot kivéve, ja. De biztos azt is lehet kapni. Igen. Látjátok, vízbe feloldottam egy csomó TikTok. Nem, narancslé. Na, hát már csak... Narancsüdítő. Egy dolog maradt hátra. Egy dolog maradt hátra. Ugye? Hát igen. A legjobb. Nem tudom, mi lesz. Mutatom. Jó. Canover Jerky. Kérlek szépen benneteket, ez egy klasszikus szárított és füstölt marha csíkok. Van egy film, amit imádunk. A ideglelés. Csernobilban. Megosztó film szerintem. De hát mi csak így beszoktuk rakni háttérnek. Olyan jó, hogy itt hallgatjuk, hogy szenvednek, meg minden. Na mindegy, nem is ez a lényeg. Van abban egy rész, amikor a Yuri mennek ott a tragacsal, és akkor így azt mondja, hogy ha megijesztek, van szárított már. És mindenki nagyon örül neki, hogy van. Ja, nem? Ja, tehát igen. Tehát így ismerik, tehát látszólag ismerik. Igen, ez egy ilyen ismert, ilyen amerikai cucc, ez a szárított marha. Igen, de mi még nem ettünk. Soha nem ettem ilyet. És azóta kíváncsi vagyok, hogy ez mi. És várjál, hol láttunk még ilyen szárított marhát? Mert láttunk több helyen. Tehát filmben, a meg sorozatban. A Discovery-n hogyan készült be? Nem? Ja, ott is volt, tényleg, tényleg. Igen? Discovery hogyan készült? Tüm. Igen, igen, az. És ott láttuk, ahogy így a csíkokat így akaszgatják. Mondjuk az elég gusztustalan volt. Hát igen. Inkább komikus volt, mint. Igen, ilyen, mint hogyha ilyen levágott fülcimpák, vagy nem tudom, ilyen izék ott lógtak. És, de mindegy, és azóta kíváncsiak vagyunk, ebből volt csípős verzió is, de
Tessék. Hát maradtunk a klasszinknál. És én nem bírom nem a csípőset. Nem szeretjük a csípőset, igen, annyira nem. Tényleg nem. És bekockáztattuk. Feláldozzuk magunkat nektek. Csak meglátjuk, azért. Meglátjuk, mi és lesz. Egy hete itt áll, és azért nem bontottuk ki, mert ezt meg akartuk mutatni, hogy milyen az első reakció. Drága volt különben, mert majdnem 700 forint volt. És hány grammos? 20. És csak 25 gram. 25 gram. 25 gram, hát, tehát igen. Ilyen pille, és majdnem 700 forint volt. De az is lehet, hogy nem lehet sokat enni belőle. Nem? Hát, lehet, hogy eszünk egy szemet, az kihányjuk. Eszünk egyet, és így tele leszünk? Vagy, hát, vagy nem vagy, tudom. Vagy kijön, vagy nem tudom. Ja. Na és ezt most ki fogjuk bontani. Vállalod? Vagy bontsam én? Hát, lehet, hogy vicces a poén bontom. Bontsad. Én eléggé bénán nyitok. Te csatornád bontsad. De... Ó, ez lehet, hogy menni fog. Könnyű? Hű! Én még nem érzem. Tessék! Hú, gyerekek! Azt! Kijött a húsleves szagját! Hű! Hú! Ez... Azt a... Milyen tömény marha, sonka. Nekem a húsleves jut eszembe, nem? Ilyen sonka, nem? Sok borsóval, meg hagymával, meg... Amúgy tényleg van benne. Nem rossz. De nekem mondjuk így a húsvéti sonka is eszembe jutott. De ez a tömény, ez a koncentrátum. Gyerekek, a németek, mert ez made in Germany, németek is, feltalálták a húsleves koncentrátumot. Hát ez... Húsvéti sonkával. Amúgy tényleg? Na várj, ezt leszedem ezt ja, a kis viccakot. Ja jó, szedjük ezt. Na, azt dobd. Na. Nem tartok így azért. Lássák, hogy mit teszünk. Azért egy ilyen mély szippantás. Hú. Hát remélem az íze jobb lesz, mint az illata egyébként, nem? Amúgy meg lehet szokni. De... Jó, mindent meg lehet szokni. De... Okay. Hú, tömény. Ez kemény, most... Te csatornát majd, kezdte. Majd szellőztetünk utána. Igen, ez így le kell zárni, így. És le kell zárni, és szépbe kell tartani, hogy ne jön ki a szag. Na, hát először, te legyél az első. Hát mutasd meg, hogy néz ki. Ja, igen, szedjünk ki egyet. Szedjél ki egyet. Nézzük, hogy ilyen... Aha. Nézzétek, nem tudom, mennyire látszik ilyen... be, de ilyen kis... Aha. Ilyen kicsi darabkák vannak benne. Tök jó egyébként, hogy ilyen kicsire van szerve. Igen, nem ez a hosszú cucc. Aha. Ilyen... Hát ilyen sonka színe van. Én nem tudom, szerintem tök olyan, mint a sonka. Így tudom, első, hogy nem az, első de... ránézésre, hogyha meg kéne... Nem, arra hasonlít. Hát mert marhahús, várjál. Hát marha. Marhahús csíkok, az. Marhahús, cukor, só, stb. Nincs benne, bükfa füstölés. Bükfa. Igen, van ilyen füstös illata. Ránézésre mit mondanál, milyen ízű? Sós, édes? Sós egyértelműen. Sós. Aha. Nagyon sós szerintem. És kemény vagy ilyen kemény. Elolvadós? Hát szerintem, ja. Hát kóstold meg! Nézzük! Aha. Én meg nézem a fejed. Hűha! Kicsi rágós! Rágós? Mm-hmm. Nekem! Kicsi rágós! Na, de... És ízre? Az íze jó! Az jó? De jó! Még egyet? Marhahús! Most jöjjek én? Jó! Picit rágni kell egyébként, amíg kijönnek az ízek. De igazából egyértelműen kijön, hogy marha hús. Nézd, ez egy vastagabb. Így a softboxban nem látszik át annyira. Na. Már egy órára rágom. Meg tényleg rágós. Ugye? Nagyon érdekes. Akkor ezért eszik ezt, és ezért kell ilyen kevésbé, mert egyet bekapsz, és akkor elrágódsz egy óráig. Hát most a videó végéig ezt fogjuk rágni, szerintem. Bocsánat. Amúgy ízre. Ja, ízre. A hús mellett... Na, lement. Nem... Megvolt. Nem szintiszta hús íz, hanem... Hát, ezeket érezni, ez a zöldséggyümölcs, hagyma, borsó... Amúgy tudod, mi a fura? Répa. Én azt hittem, hogy sósabb lesz. Hogy sósabb lesz? Uh-huh. Nem? Vagy igen, hogy éreztem? Igen, kicsit ízé. Na, nézzünk egy ilyen. Nem? Igen, az ember azt hinni, hogy mint a chips, én, hogy így beveszed. Én azt hittem, hogy ilyen nagyon ilyen intenzív sós íze lesz, de nem. Igen, azt hinni az ember, hogy beveszed, és ilyen nagyon sós mm-hmm. ilyen. De mm-hmm. nem, ez tényleg ez az édeskés húsleves igen. íz. Igen, tényleg. És akkor rágod,
És akkor oldódik ki ez a hús. Igen. Uh-huh. Egyébként nem rossz, tehát így abszolút ehető kategória, pedig én, hát én eléggé válogatós vagyok, bevallom őszintén, de... Megpróbálok egyet megmutatni nagyon közelre nektek, jó? Ah, rá fókuszál. Na, ez az. Na, hát ez... Igazából a húsimádóknak ajánlhatjuk szerintem, akik tényleg... Akik szeretik a marhahúst, itt attól kicsit rágdossák a húst. Mert azért érezni a hús ízét, szóval... Persze. Azoknak jó, tehát... De arra készüljetek fel, hogy tényleg rágni kell. Uh-huh. Rágos. Ez az anti-vegetáriánus rágógumi. Amúgy tényleg. Na? Hús is rágógumi. Azért a... arcizmokat megdolgoztatja. Meg. Ja. De egyébként ebből szerintem tényleg nem lehet sokat enni, most viccen kívül. Nem. Nem? Nem. Egy-két falat és úgy igazából... És figyelj, 2017-ig jó. 2017 második 28-áig, hát tehát... Hát most már felbontottuk, most már... A felbontás után addig, is? Hát azt szerintem nem. De... Hoppá! Felbontás után na, itt van. Két napon belül hoppá, elfogyasztuk. Na két ez napon az. Belül. Jó, akkor ezzel vigyázz. Jó, hát 25 grammot azért csak megeszik az ember. Jó, meg. Ne. Meg. Az meg. Két nap bőven. Igen. De bontatlanul azért elállt volna még. Bontatlanul védőgázban eláll egy évig. Azt mondja, nyomokban mustárt és zellert tartalmazhat. Ó, amúgy tényleg, mintha lenne benne mustár íz. Most, hát, jó, mert van benne nem. Fűszerek. Uh-huh. Azt így elintézték, fűszerek. Belenyomtunk mindent, fűszerek. Ja. Na, ó, most egy rágósabb darab. Na, hát ez volt a mai videónak igazából a sztárja, nem? Ja, ja. Tehát, ja. Meg hát azért a Kleenex is, jó. Jó, mindegy, tudom, de oda vagy a Kleenex. De a kóstolás az mindig egy izgalmas dolog, új dolgokat kipróbálni. Foodporn. Biztos ti is szeretitek. Uh-huh. Szerintem próbáljátok ki. Tehát aki szereti a húst, az nyugodtan. Aki szereti a húst, és nem gumicukrot akar adni a gyereknek. A gyereknek? Ez nem biztos, hogy odaadnám a gyereknek. Kicsit drágos azért. Attól függ, mekkora az a gyerek. Hát nagyobbnak már igen, de kisebbnek nem. Ja. Na hát srácok. Hát ennyi volt. Ez volt. Így első közös mára. Videó. Igen. Kíváncsiak vagyunk, igen. Hogy mit szóltok hozzá. Egyrészt... Nyomjatok egy lájkot, ha tetszett a videó. Iratkozzatok fel itt. A csatornámra. Minden. Aki az enyémet nem ismerné, menjen oda. Így van. Várjatok? Azt is kirakom ide. Jó, itt lesz. Íbe. Itt. Itt föl valahol. Itt. Igen. Oké. Okay. Ott lesz, és szóval... ezt lerakom most már. Oké. Okay. Iszok rá egyet. Igen. Tehát like, feliratkozás, kommentben szerintem egyrészt vélemény, másrészt bármiről. Ha esetleg megkóstoltátok, akkor írhatjátok kommentben, hogy nektek hogy íz lett. Igen. Vagy ha van ötlet, vagy tanács, hogy hát mondjuk azt, hogy mit kóstoljunk. Jó, bevállalnád. Én megkóstolok mindent. Jó, mit kóstoljunk végül is. Oké. Okay. Izé, legközelebb a praktikerben fogunk vasszöget enni. Nem, nem. De hogyha ha tényleg jön valami van ötlet, tanács, akkor... vagy... Kíváncsiak vagytok valamire, hogy nekünk mi a véleményünk kajáról, vagy cuccról, akár termékről is, tehát csináltunk ilyen közös termékcuccokat is. Tehát nyugodtan mondjátok kommentben, és remélem legközelebb is találkozunk. Így van. Még valami? Sziasztok!